Életbe lépnek a szigorítások, az országgyűlés ma szavazott a rendkívüli jogrendről. Szépen fejlődnek az őszi kalászosok, sok eső és napsütés érte a növényeket az elmúlt hetekben. Fejlesztések Mátészalkán 300 millió forint jut a főtér megújítására és egy új városháza tervezésére. ...4140 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, és elhunyt 103, többségében idős krónikus beteg. Az aktív fertőzöttek száma ezzel 88.737 főre nőtt. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Az országgyűlés ma szavazott a rendkívüli jogrendről. Ezzel kedd éjféltől életbe lépnek a kormányfő által hétfőn bejelentett szigorító intézkedések, így például a felső oktatás is digitális képzésre áll át. Egy időre a Nyíregyházi Egyetemen is befejeződtek a személyes órák, a következő 3 napra pedig oktatási szünetet rendelt el az intézmény rektora. Ami azt jelenti, hogy 3 napig lehetőségük lesz az oktatóknak, a hallgatóknak felkészülni az online oktatásra, de ez nem érinti a levelező tagozatos munkarendet, hiszen ott már a múlt héten előírtuk vagy engedélyeztük az online oktatást, tehát ezen a héten meg lesznek tartva a levelező munkarendben az órák pénteken és szombaton, a nappal is munkarendben pedig ez alatt a 3 nap alatt ki fogjuk dolgozni az ágazati ajánlás alapján a jövő érintő változásokat. A megszokottnál is több csapadék miatt nehézséget jelentett a kalászosok betakarítása októberben. Szépen fejlődnek ugyanakkor a friss vetésű gabonafélék. Az előrejelzések szerint november végén már nagy esély mutatkozik a havazásra, ami szintén kedvezhet ezeknek a növényeknek. A repce, a napraforgó, az árpa és a tritikálé vetése is időben megtörtént Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez idén azért is fontos, mert az elmúlt hetekben szinte folyamatosan eső áztatta a földeket, emellett pedig elegendő napsütés is érte a növényeket. Az időjárás egyedül a korábban vetett gabonafélék betakarítását késleltette több helyen. A kalászosok a földben vannak nagy része, 80% fölött, és ezek nagyon szépen kikeltek, szép fejlettségi állapotban vannak, úgyhogy azt mondanám, hogyha az őszi kalászosokat, amit a földbe ért, nagyon jó magája, de tudtunk előkészíteni, és most, ahogy ennek az enyhe esős csapadékos időnek köszönhetően nagyon szépen fejlődik, viszont a kukoricának a betakarítását természetesen ez akadályozza. Az ugyanakkor jó hír, hogy a kukorica felvásárlási ára folyamatosan emelkedik, így azoknak a gazdáknak sem kell aggódniuk, akiknek a kedvezőtlen időjárás miatt egyelőre nem sikerült betakarítaniuk. A Kamara megyei elnöke elmondta azt is, milyen időjárás lenne igazán kedvező a következő hetekben a gabonafélék fejlődéséhez. Ha ez egy 20-25-e környékén valóban egy hautakaró betakarná, és védné ezeket a növényeket, és úgy lenne hideg, mert hidegeket is mond, hogy mindig hautakarná ezeket, akkor egy megerősödött növényzettel mennénk bele a télbe. Én úgy gondolom, hogy ezek jobban tudnának a tavasszal reagálni, még ha megfázna is, mint szokott úgy alakulni, hogy a csapadék hiány miatt nem kelnek ki a növények, majd esetleg a télen kelnek ki. Rácz Imre hozzátette, tavaly csak februártól kezdődően voltak igazán erős fagyok, ami az akkor már kifejlett növényeket kevésbé befolyásolta. Az előrejelzések szerint az idei december jóval hidegebb lehet a megszokottnál, így a következő hetekben még szükség lenne az enyhébb időjárásra a friss vetésű gabonafélék megerősödéséhez. 300 millió forintból tervezhetnek új városházát, és újíthatják meg a főteret Mátészalkán. A kormányzati támogatásból megvalósuló beruházás már az idén elindulhat a tervezéssel, ahogy annak a kerékpárútnak az építése is, amely a 49-es út mellett szolgálja majd a két keréken történő biztonságos közlekedést. Rozsda eszi már több helyen a mátészalkai polgármesteri hivatalt. Noha ikonikus épülete a belvárosnak, a 80-as évek első felében épült, így ráfér a korszerűsítés. A renoválás helyett azonban egy teljesen új hivatalt húzhat fel a város.
Ráadásul, mint az október végi magyar közlönyből kiderül, nem csak az új városháza megtervezésére jut pénz. A kormány Máté Szalka központjának a Hősök terének megújítását is támogatja, összesen 300 millió forinttal. Máté Szalkán óriási változások zajlottak az elmúlt években is, de hát a jó gazdára is az jellemző, hogy a környezetét rendben tartja, és magára szán, fogalmazunk így sokszor a legkevesebbet. Mi most már ott tartunk, hogy csak ez az épület, ez az önkormányzati épület van a használatban lévők közül, amelyik nem újult meg energetikailag, amellyel nem történt semmi az elmúlt időszakban, illetve a Hősök terén is olyan nagyon sok változást nem eszközöltünk. Éppen itt az ideje, hogy elkezdjünk más nagyságrendben gondolkodni. A támogatás egy nagyobb 1 milliárd forintot meghaladó egyszeri pénzátcsoportosítás része, amely 7 város között oszlik meg. Érdekesség, hogy Keszthely után Máté Szalka kapta a legnagyobb összeget. Az odaítélt 300 millió forinttal a város településfejlesztési feladatait segíteni a kormány. Az önkormányzat a pénzt a tervezés mellett közbeszerzésre, területszerzésre és előkészítő munkákra fordíthatja. A tervezési folyamat azután kezdődhet, miután megkötöttük a támogatási szerződést erre vonatkozóan. A múlt hét végén, pénteken kerültek be adatok a miniszterelnökségre, múlt heti határidővel kellett adatokat adnunk a támogatási szerződés megkötéséhez. Én nagyon remélem, hogy még ebbe az évben a támogatási szerződés megkötésre kerül, hiszen ebből tudnánk konkrét határidőket, illetve konkrét tartalmi elemeket eszközölni, pontosan feltérképezni, hogy ez az összeg mire is fordítható. A városban, illetve környékén más fejlesztések is várhatóak a közeljövőben. A 49-es út mentén elindul a kerékpárút kivitelezése. Ez az 5,5 kilométeres szakasz a Kocsord és Jármi felől Máté Szalkára érkező kerékpárutakat köti majd össze. A munkatervek szerint jövő nyára be is fejeződik, a két kerekűvel közlekedőknek tehát már egy évet sem kell várniuk, hogy birtokba vehessék. Online konferencia keretében rendezték meg idén a Magyar Tudomány ünnepét a Nyíregyházi Egyetemen. Az eseményen átadták a tudományért, művészetért kitüntetéseket is. Ebben az évben dr. Jenei Terézia és dr. Fekete István több éves kutatói munkáját ismerte el az intézmény. Rendhagyó módon szűk körben, mégis nagy nyilvánosság előtt tartották meg kedd délelőtt a Nyíregyházi Egyetemen a Magyar Tudomány ünnepét. A konferencián személyesen csak néhányan lehettek jelen, az érdeklődők ugyanakkor a Felsőoktatási Intézmény YouTube csatornáján élőben követhették az eseményeket. A rendezvény már hosszú évek óta annak állít emléket, hogy gróf Széchenyi István 1825-ben a pozsonyi országgyűlésen felajánlotta egy évi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására. Ebből lett aztán később ugye hosszú evolúciós folyamat kapcsán a Magyar Tudományos Akadémia, és már 17. alkalommal vannak központi rendezvények, és természetesen a Nyíregyházi Egyetem, híven a hagyományaihoz, idén 17-szer rendez Magyar Tudomány napi ünnepségsorozatot. Az eseményen a Magyar Sporttudományi Társaság elnöke a fizikai aktivitás és az egészségügy kapcsolatáról tartott tudományos előadást. 20. század elején még fertőző betegségekben hunytunk el, várható élettartam 50 év körül volt, ma már 75 évvel számolhatunk hazánkban, és döntően civilizációs betegségekkel küzdünk, bár most éppen megint egy fertőzővel, biztosak lehetünk benne, hogy ezt is legyőzzük, de azért a lakosság nagy hányadát mégis a szív- és érrendszerű betegségek, daganatos betegségek kínozzák. Azt gondolom, hogy ez egy óriási evolúciós kihívás, a megnövekedett élettartam, hiszen néhány százezer év alatt élhettük el 1900-as évek elejével az 50 éves várható élettartamot, utána pedig 100 év alatt ezt 50%-kal megnöveltük. Nagy biológiai kihívás, evolúciós kihívás, ez a helyes válasz a fizikai aktivitás. Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően a Nyíregyházi Egyetem rektora ezúttal is átadta a tudományért, művészetért kitüntetéseket. Az elmúlt évtized kiemelkedő kutatói munkájáért idén Jenei Terézia, az Óvó és Tanító Képző Intézet oktatója, és Fekete István, a Környezettudományi Intézet adjunktusa részesült elismerésben.
Másfél év felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte a nyíregyházi járásbíróság azt a fiatal férfit, aki még tavaly májusban 15 évesen az iskolájában veszekedni kezdett két osztálytársával, amely során trágár szavakat kiabálva dulakodtak, lögdösték egymást az iskola folyosóján. Több tanár és diáktársuk is rájuk szólt, hogy hagyják abba, de eredménytelenül. Mikor a másik két fiú futni kezdett a folyosón, a vádlott utánuk eredt. A két fiú elfutott egy tanárnő mellett, de amikor a vádlott mögé ért, nagy lendületen megrúgta őt. Ettől mindketten a földre estek, ahonnan a tanárnő súlyos sérülése miatt már nem tudott felállni. A bíróság megállapította a fiatal férfi bűnösségét a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és testi sértés büntettében. A csoportosan elkövetett garázdaság büntette miatt emelt vád alól azonban felmentette. Az ítélet nem jogerős, a döntést a nyíregyházi törvényszék fogja meghozni. A földvárak történetét bemutató új látogató központtal és a közelmúltban átadott nyaralóhajó kikötővel vonzanának még több turistát Szabolcs községbe. A településre a környékről is sokan járnak át, több szülő hordja az itteni óvodába gyermekét. Két évvel ezelőtt adták át Szabolcs község történelmi főutcáját. Megoldották a föld felszín alatti vízelvezetést, kerékpáros baráttá alakítva az utcát. A településen, ahol október végén adták át a megújult községházát és az orvosi rendelőt, más fejlesztések is megvalósultak az elmúlt években. Ezen közé tartozott az új óvoda átépítése. Jelenleg 16-18 körül van a gyerekek száma, akik óvodába járnak nálunk. Egy részük az nem is szabolcsi születésű, környékbeli településükről hozzák ide, de nyilván ennek oka az, hogy a gyerekek felkészítése az iskolás évekre az olyan szintű, ami a szülők részéről a maximális megelégedést váltotta ki. A polgármester kiemelte a beruházások sorából a jelenleg romos állapotú Tomori kúria felújítását, amely már el is kezdődött a Nyíri Mezőség turisztikai attrakció fejlesztését szolgáló projekt keretében több mint 200 millió forintból. Ez az idei vírus helyzet, ez nagy mértékben hátráltatta az építkezés menetét. Volt időszak, amikor szüneteltetni kellett a tevékenységet, különösen akkor, amikor a Maradj Otthon program volt. Emiatt van egy kis időbeli csúszásunk, de a következő esztendőben mindenképpen szeretnénk évvégére tető alá hozni. A fő funkciója és feladata az a földvárak, nem csak a szabolcsi földvár, hanem a földvárak bemutathatóságát szeretnénk egy kiállítás keretében a látogatók elé tárni majd. Akik pedig eljönnek ide, minden bizonnyal meg is látogatják majd a néhány perces sétára lévő szabolcsi földvárat, amely az ország legjépen bánapotában megmaradt földvára. Néhány hónapja már a Tiszán érkezők is könnyebben megközelíthetik a mintegy 400 ember lakta települést a nyaralóhajó programnak köszönhetően. A Tiszatótól Dombrádig tart a Tiszán, tehát mondjuk a választókerületben Tiszadobtól Ibrányig tart, és beleesik Szabolcs is. Egy kikötő épült, tehát ha a nyaralóhajót kibérel egy család, vagy egy nagyobb társaság, akkor itt megállhat Szabolcson, kiköthetnek, hozhatják a kerékpárt, hozhatják a túracipőt, és bebarangolhatják a környéket. Azokat, akik két keréken érkeznek, a kerékpáros infrastruktúra javítása segíti a településen és a térségben. Nyilvánosságra hozta a KSH a 2019-es demográfiai évkönyvet. A házasságok mérlege 4 évtized után először volt pozitív, közel 5000-rel több házasság köttetett, mint amennyi megszűnt. A Nyíregyházán kötött házasságok száma is növekedő tendenciát mutat. Érdekes statisztikai adatok láttak napvilágot, miután a KSH nyilvánosságra hozta a tavalyi demográfiai évkönyvet. Magyarországon csaknem 5000-rel több házasság köttetett, mint amennyi válással végződött. Nyíregyháza vonatkozásában ez csaknem 100-150 házasság kötéssel több, mint amelyet az előző évek statisztikai adatai mutattak. A 2019-es év Nyíregyháza vonatkozásában is egy rekordévnek számított. Összesen 680 házasságkötés köttetett meg Nyíregyházán. Ez az elmúlt évekhez viszonyítva is egy jó 100-150 házasságkötéssel többet jelent az átlaghoz viszonyítva. 2020-ban ugye érdekes évünk van, sajnos a vírus helyzetre figyelemmel. Az az igazság, hogy rosszabb számokra számítottunk, ahogy elindult az év, de ennek ellenére nagyon szépen alakul az év, hiszen már most eddig október 31-ig
506 házasságkötés köttetett, és még várhatóan több mint 50 házasságkötés lesz Nyíregyháza vonatkozásában. A 2019-es év rekordévnek számított a házasságkötések tekintetében. A folyamatot idén a koronavírus járvány lassította, de a szakemberek bizakodóak a jövőt illetően, hiszen jelenleg közel 100 házasságkötési szándék érkezett a jövő évre vonatkozóan. A születési adatok szintén pozitív képet mutatnak. A születési adatok nagyon pozitívak, azaz minden évre elmondható, hogy folyamatos növekedés tapasztalható. Az azonos időszakokat figyelve, tehát mondjuk 2018. október 31-éig, 19. október 31-től 20-as év október 31-éig figyelembe véve a számokat, minden évben jó 100 fővel növekedett a született gyermekeknek a száma Nyíregyházán. Mert ez igaz 18, 19 és 20-as évekre is, és hát nyilván azt várjuk, hogy év végére ez a szám, ez a megnövekedett szám, ez megmarad, és egy jó 100-150 fővel több gyermek fog megszületni Nyíregyházán, mint ahogy egyébként az a 19-es évben volt. A tavalyi demográfiai évkönyvből az is kiderül, hogy Magyarországon tavaly 46 ezer kisfiú és több mint 43 ezer kislány látta meg a napvilágot. Az évkönyv nemzetközi adatai lehetőséget nyújt az országok közötti összehasonlításokra is. Idén is kereste Nyíregyháza karácsonyfáját a Nyírvévé Nonprofit Kft. A társasághoz ezúttal több mint 40 felajánlás érkezett. A végül kiválasztott Nordman fenyő eredetileg 18 méter magas volt, és több tonnát nyomott, így nem volt egyszerű a szállítása. 8 szervezet és 20 ember csapatmunkája kellett ahhoz, hogy a Vénusz utcáról biztonságosan a Kossuth térre érjen a méretes szállítmány. A korábbi csoportos óvodák által megszervezett fenyődíszítés, én úgy tudom, hogy el fog maradni, de természetesen egyénileg minden családot buzdítunk arra, hogy hozzák ki a gyerekeket és díszítsék a fát a rajzaikkal és a díszeikkel. A fenyő az idei évben új fénydíszeket kap, 1200 méter új frissített fényt vettünk a dekorációhoz, így mindösszességében több mint 3 kilométernyi fény fogja díszíteni. Ezen kívül a tavaly előtt megszokott fából készült motivumok, a díszek, azokat természetesen fel fogjuk helyezni. A koronavírus járvány miatti óvintézkedések részeként szerdán 0 órától tilossá válik az amatőr csapatsport, így az NB3-at és a megyei futballbajnokságokat is felfüggesztik, jelentette be Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke. Az új szabályok értelmében a férfi NB1 és NB2, valamint a női NB1 folytatódik, ezekben a sorozatokban zárt kapuk mögött nézők nélkül rendezhetnek mérkőzéseket. Az elmúlt héten idén már másodszor Nyírbátorban edzőtáborozott a férfi asztali tenisz válogatott keret, soraiban a helyi nevelésű Majoros Bencével. A nyírbátori ASE csapatbajnoki meccsei nem maradtak el, és a klub november végén házigazdája lesz az ifjúsági lány top 24-es versenynek. Mivel a versenyek többsége más sportágokhoz hasonlóan elmaradt az elmúlt hónapokban, az asztali teniszezők sem tudtak más tenni, mint edzeni és edzeni. A férfi válogatott tagjai Budapest, az otthonuk és Nyírbátor között ingáztak, a májusi-júniusi két hét után az elmúlt hetet is a Győrfi Tibor edzőközpontban töltötte a 10 legjobb magyar pingpongozó. A keretben természetesen ott volt a legmagasabban jegyzett hazai férfi játékos, a világranglista 59. helyén álló Majoros Bence is, aki változó hangulatban élte meg a játék nélküli hónapokat. Nem egyszerű, vannak időszakok, amikor az embernek több motivációja van, amikor kevesebb. Ugye most már azért ez egy fél éve megy, nyilván így az első fele azért könnyebb volt, mert alapból a szezon közben nem volt annyira sok időnk edzeni, szóval még pozitív dologként is éltük meg az elején, hogy tényleg van időnk edzeni, nyugival nem kell utazni, viszont ugye ez már egy elég hosszú ideje tart. Még mindig jó az, hogy van lehetőségünk fejlődni, és tudunk tényleg minden aprósággal foglalkozni, de azért most már mentálisan azért kicsit nehezebb. Ami pozitív, az, hogy nekem is elindult a liga, volt egy meccsünk Franciaországban, a másodikat viszont már el kellett halasztani, mert volt egy pozitív eset a csapatunkban. A nyírbátori edzőközpontot nem csak a válogatott használja, az alacsonyabb osztályú bajnoki meccseket ősszel eddig meg tudták rendezni. A NB2-es bajnoki szezon az zajlik, a megyei csapatbajnokság az zajlik. Inkább a helykihasználásba érintett bennünket, mert hogy az általános iskolák többnyire bezártak, illetve hát nem engedik be a idegeneket, ezért több csapat is itt Nyírbátorba játssza a mérkőzését.
és így szinte maximálisan van kihasználva a hétvégén a termünk, de hát legalább egy lehetőség, hogy a megyei bajnokság tudjon folytatódni, és ne lehetetlenüljön el hely hiányába. A nagy létszámú egyéni versenyeket a szövetség döntési értelmében nem rendezik meg. A top 24-es tornákat viszont megtartják, így november 28-án és 29-én a nyírbátori Győrfi Tibor edzőközpont ad otthont a lányok legjobb 24 ifjúsági korú hazai versenyzőjét felvonultató viadalnak. Zárásként érkezzenek kiemelt híreink újra röviden. Az országgyűlés ma szavazott a rendkívüli jogrendről, ezzel kedd éjféltől életbe lépnek a kormányfő által hétfőn bejelentett szigorító intézkedések, így például a felsőoktatás is digitális képzésre áll át. Egy időre a Nyíregyházi Egyetemen is befejeződtek a személyes órák, a következő 3 napra pedig oktatási szünetet rendelt el az intézmény rektora. A megszokottnál is több csapadék miatt nehézséget jelentett a kalászosok betakarítása októberben, szépen fejlődnek ugyanakkor a friss vetésű gabonafélék, mint a repce, az árpa, a napraforgó és a tritikálé. Az előrejelzések szerint november végén már nagy esély mutatkozik a havazásra, ami szintén kedvezhet ezeknek a növényeknek, hiszen a hótakaró betakarná és védené őket. 300 millió forintból tervezhetnek új városházát és újíthatják meg a főteret Mátészalkán. A kormányzati támogatásból megvalósuló beruházás már az idén is elindulhat, ahogy annak a kerékpárútnak az építése is, amely a 49-es út mellett szolgálja majd a két keréken történő biztonságos közlekedést. A szakasz a Kocsord és Jármi felől Mátészalkára érkező kerékpárutakat köti majd össze, és jövő nyárra készülhet el. November 10-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, amellyel szerda este is várjuk majd Önöket. A most látott tudósításokért látogassanak el addig is weboldalunkra. Minden kollégám nevében megköszönöm már a figyelmüket. Viszontlátásra! A romló levegő minőség és a szürke idő rossz hatása lehet közérzetünkre, egészségünkre. Szerda reggelig borult lesz az ég, párás, ködös idő várható, szitálás előfordulhat. 5 fok köré hűl le a levegő. Napközben is marad a felhős idő párával és köddel helyenként szitálással. A legmagasabb hőmérséklet 8 fok körül alakul. Csütörtöki ködpaplan borítja majd az országot, de azt követően már egyes tájakon felszakadhat a felhőzet, kisüthet a nap. Kezdetben csak kisebb szitálás, a hétvége felé már gyenge eső is előfordulhat. A hőmérséklet lényegesen nem változik.